Az önkormányzati dolgozók is szolidaritásukat fejezték ki a sztrájkoló tanárokért. Miért tartották ezt fontosnak az önkormányzati dolgozók, hogy ilyen szimpátia tüntetés vagy kiállás keretében üzenjenek a tanároknak? Számos ponton fontos számunkra az, hogy a város pedagógusai hogyan vélekednek a saját lehetőségeikről és helyzetükről, és amikor ők úgy gondolják, hogy most ki kell állni, akkor szerintem elemi kötelességünk az, hogy kiállunk mellettük. És a második szempont, ez egy kicsit önösebb szempont, hogy a köztisztviselők és általában az állami alkalmazottak sincsenek nagyon elengedve bérekkel, helyenként nagyon igazságtalan módon vannak meghúzva jövedelmi vagy bérezési határok, tehát hogy nekünk is van mit mondanunk ebben az ügyben, független attól, hogy a bennünket elvileg képviselő szakszervezet az most ebbe beleállt-e vagy nem. Ez az egyik fele, a másik fele meg, hogy ez egy nagyon egyszerű követelésekkel és kérésekkel rendelkező sztrájk. Nem akarnak más a pedagógusok, mint hogy a 2014-es garantált bérminimum szintjén befagyasztott és ahhoz viszonyított jövedelmeik azért 8 év eltelt azóta. Egy egész általános iskolai osztály már kirepült, vagy két gimnáziumi osztály eljutott az érettségig ennyi idő alatt, amióta nem változott a pedagógusok bére, hogy emberi bérezést kérnek maguknak, és mi mellettük állunk, mi is emberi bérezést kérünk számukra. És tulajdonképpen a gyerekeink a haszonélvezői ennek, tehát ezt föl kéne fogni, ez egy olyan rendszer, hogyha az oktatást nem fizetjük meg, ha az oktatásban dolgozók nem kapnak elegendő bért, annak a következményei beláthatatlanok, és a mi gyerekeink, unokáink isszák meg a levét végső soron, illetve maga a társadalom. Azt lehet hallani, hogy országosan elég jelentős a tanárhiány, és azt is, hogy Budaörsön jobb a helyzet valamivel. Mennyire tudja az önkormányzat ellensúlyozni azt, hogy a tanároknak kevés a fizetésük, és hogy tulajdonképpen Budaörsön szívesebben jöjjön ilyenek dolgozni? Az önkormányzat amennyi anyagi eszköze van erre, azokat mindig rendelkezésre bocsátja az iskolák számára. Alapvetően az volt a cél, hogy a budaörsi oktatás és a minőségi oktatás támogatási rendszeren keresztül tulajdonképpen szinonimává váljon. 2013-14 folyamán a korábbi Budaörs Pótlék nevű dolgot átalakítottuk, miután a fenntartása az iskoláknak kikerült az önkormányzatnak a hatásköréből, államosítás, ugye, meg Klik, meg Klebersberg központ és a többi, amit mindenki tud fejből most már szerintem, hogy ennek a rendszernek a hiányosságait és hibáit orvosolja az önkormányzat, ezért hozta létre Clementis ösztöndíjat akkortájt, és ez mind a mai napig működik, és nagyon sok tanár számára nyújt segítséget. A korábbi színvonalat sikerült megtartani ezáltal? Én azt gondolom, hogy igen, és azt is gondolom, hogy ez a pedagógusok emberfeletti küzdelmének is köszönhető, önfeláldozásának, elhivatottságának is köszönhető. Ugyanakkor szerintem országosan, az agglomerációban, a fővárosban és kisebb mértékben Budaörsön is azért tapasztalható az, hogy ahol magániskolai rendszerek is kezdenek működni, ott vannak viszonylag nagy számban olyan családok, akik ezt megengedhetik maguknak, akik az államiból, hajdani önkormányzatiból inkább viszik át a gyereküket ide. Attól függetlenül egyébként, hogy színvonalban ez alátámasztható-e vagy sem, helyenként jobban bíznak, néhányan jobban bíznak a nem állami fenntartású intézményekbe. Budaörsi tanárokban megvolt a kurázsi ahhoz, hogy valamilyen módon csatlakozzanak a sztrájkhoz, és tulajdonképpen az önkormányzati dolgozók is szolidarizáltak velük. Budaörsön amúgy is egy fontos kérdés az oktatás, és tulajdonképpen a budaörsi előfizetők kétszeresen fizetnek az oktatásért, hiszen a Budaörs Pótléka lehet a tanárokat itt tartani. Mit szól ez a helyzet? Ugye hát alapvetően valóban a budaörsi pedagógusok speciális helyzetben vannak, de a szolidaritás elve az nem a szolidaritási hozzájárulásban, azaz az önkormányzat kifosztásában nyilvánul meg a részükről, hanem abban, hogy attól, hogy Budaörsön mi adunk pótlékot a béreikhez, amik még így sem érik el azt a mértéket, ami, hát hogy is mondjam, egy tőlük boldogabb országban, a társadalmon belül, tehát nem azt a összeget, hanem hogy legalább a megbecsültségük azon a szinten lenne, messze nem éri el, de legalább valamilyen módon szinten tudjuk tartani őket. De nem csak ezt adja az önkormányzat, ugye ez is 100 milliós tétel, hanem különböző programokhoz, alapítványok, az iskolák mellett működő alapítványokon keresztül azokat a programokat is támogatjuk, amelyeket a tankerület nem, azaz az állami fenntartó nem fizet. Amitől egyébként egy iskolának van jellegzetessége, különböző specialitása, választható területek, azaz, ami kinyitja mind a lehetőségeket a gyermekek felé, mind pedig a pedagógusok számára is olyan mozgásteret biztosít, amitől egy iskola
szárnyalni tud. Hát nem véletlen az, hogy épp ugye idén Yale Egyetemre egy budaörsi volt IJS-es került be, nem sűrűn történik ilyen Magyarországon. Na de a lényeghez visszatérve, szóval olyan egészen elképesztő helyzetben lévő települések vannak, ahol semmilyen módon nem tudnak kiegészítést adni, azaz abból élnek a pedagógusok, amit a bértábla alapján a tankerületi központtól kapnak. És hát a Facebookon folyamatosan lehet olvasni, most van egy elhíresült, sokak által, most már tízezrek által látott poszt, ahol egy pedagógus írja azt le, hogy 3 héttel a fizetése után már nem marad semmi a jövedelméből, nem hogy félre tudna tenni nyaralásra vagy bármire. Ez szerintem elképesztő. Egyébként ugyanez a helyzet az önkormányzati köztisztviselők esetében is. Tehát egy vidéki településen, ahol nincs saját bevételük, ott az elismert létszám mellett egy 50 éves mérnök, aki felel mondjuk egy település teljes műszaki ügyeiért, 27 éves közszolgálati jogviszonnyal, 300 ezer forintot nem elérő bruttó bért tud kapni a most már több mint egy évtizeddel lévő bértábla és szorzók alapján. Szóval ez egészen elképesztő, hogy milyen szinten elhanyagolt ez a terület, tehát a közalkalmazottok a pedagógusoké, illetve az önkormányzati köztisztviselőknél. Nyilvánvaló, hogy Budaörs esetében mi tudunk ettől elmozdulni, de hát már mi is azzal küzdünk, egyébként a Városházán is, hogy a piac elszívja a jó szakembereket. Tehát természetesen egy olyan körzetben, ahol a településnek van ereje, ott a gazdaságnak még nagyobb ereje van, tehát a gazdaság elszívó ereje, az azt jelenti, hogy a munkaerő, hát a piacról élnek a boltban, az, hogy én köztisztviselő vagyok és emberekért dolgozom, arra nem adnak semmit, még csirkefarhátat sem. Tulajdonképpen ez a színvonal romlásához vezet, hogy ez a folyamat fennmarad. Aki nem tudja, hogy a jövőnknek a záloga az, hogy milyen oktatás van egy országban, aki nem látja azt, hogy a PISA jelentések, a különböző szakmai jelentések, a különböző mutatók alapján milyen szinten züllöztet nem csak az önkormányzatiságot, nem csak az egész jogállamiságot, hanem az oktatási rendszert is milyen módon züllesztették le. Hát egészen meglepő az, egy pátyi korábbi alpolgármesterrel, aki fideszes önkormányzati képviselő írásával találkoztam, aki nagyon meglepő módon leírta azt, hogy most békén kellene hagyni a pedagógusokat, mert ezt a területet elrontottuk. Én azt gondolom, hogy ez így igaz, és aki azt próbálja most súlykolni, hogy ez egy politikai akció, az elfelejti azt, hogy most derült az ki, hogy kiszúrták a szemüket, átverték a pedagógusokat, és ezért sztrájkolnak. Hát mikor sztrájkoljanak? Mondják azt, hogy kibírjuk még egy pár hónapig, most jól átvertek minket, nem kaptuk meg azt, amit korábban beígértek, csak a pótlékokat kaptuk meg, majd a választások után visszatérünk erre, hát nyilván akkor sztrájkolnak, amikor a sérelem éri őket, amikor elfogadhatatlan egy, hát ugye új év van, új költségvetés, tehát reménykedtek abban, hogy rendeződni fog a helyzet, mint ahogy rendeződött a katonáknál, a rendőröknél, sok más területen, az ő esetükben ez nem változott, hát ezért fölemelik a szavukat, minden szolidaritásomról biztosítom őket.